felelősségteljes családtervezésre neveljék a fiatalokat. A jelenlegi alaptanterv nem biztosít kellő felvilágosítást 10 évesek számára a szexuális élettel kapcsolatban, és a tanárokat sem készítik fel megfelelően. A fiatalokat számos megtévesztő információ vesz körül, melyek deformálhatják a nemi érésüket. Magyarországon a rendszerváltás óta több mint 1,5 millió abortuszt végeztek el, melyek nagy része elkerülhető lett volna. A Fidesz jelenlegi családtámogató programjával fordított sorrendet alkalmazott, aminek szintén súlyos következményei lesznek. A hitelek miatt érdekházasságok jöttek létre, így nőni fog a válások száma, és a gyermekek félárván fognak felnőni. Az elvált szülők gyermekei pedig gyakrabban esnek majd át a váláson. Előbb meg kellett volna történjen a megfelelő iskolai neveltetés, és csak azt követően kellett volna anyagi támogatást nyújtani a friss házasoknak. A Mi Hazánk mozgalom javaslata, hogy a nemi neveléssel kapcsolatos előadások megtartása mindenképp szakemberek által történjenek. A védekezés helyett, ami hedonizmusra csábít, a központi szerepet a hosszú távú párkapcsolatra ösztönzés, felelősségteljes családtervezés és gyermekvállalás kapja minden szépségével együtt. Fontos megértetni a fiatalokkal, hogy a gyermek nem gazdasági teher, hanem a legnagyobb boldogság, ami az életben érhet. És persze kell beszélni az óvszer és fogamzásgátló használatáról, de nem úgy, mint a korlátlan élvezet lehetőségéről, hanem mint a felelősségteljes családtervezés egyik eszközéről. Például a mély szegénységben születő gyermekek számának csökkentésének egyik eszközéről.